Mélyen tisztelt polgármester, urak, kedves kollégák, vendégei! Köszönjük Csaba, hogy rendelkezésre álltatok és lehetőséget biztosítottatok arra, hogy együtt megtartsuk ezt a rendezvény sorozatot. Azoknak mondom, akik jelen vannak, hogy ez már a hatodik a mostani sorban. Elkezdtük, és még van két, egy dunakeszi és egy ceglédi állomása annak a rendezvény sorozatnak, amit 8 helyen tartunk a megyében. Mind-mind arról szól, hogy hogyan készülünk a 2014-20-as költségvetési időszakra. Ugye a tegnapi nap fontos és nagyon pozitív bejelentése, hogy kikerültünk a túlzott deficit eljárás hatálya alól. Igaz, ez még csak június 21-én a miniszterek tanácsán fog eldőlni, de a bizottság ezt már javasolta. Ez mindenképpen fontos, hiszen ez a bizonyos túlzott deficit eljárás a következő időszakban mintegy 500 milliárd forintos megszorítást és zárulást eredményezett volna, amik főleg az uniós forrásokat érintették volna. Szerencsére ezen már túl vagyunk, és reményeink szerint a tárgyalási pozícióink is kicsit jobbak lesznek. A tavalyi év májusában indítottuk útjára azt a folyamatot, amit úgy tudunk megjeleníteni, hogy készüljünk közösen a 2014-20-as uniós költségvetési ciklusra. Ez egy furcsa, és mindenképpen azt gondolom, hogy pozitív változás volt az előzőekhez képest, mert eddig úgy tervezték az uniós források elköltését, hogy abban nekünk, mind a megyei önkormányzatoknak, mind pedig a helyi önkormányzatoknak nagyon kevés szerepe volt. Úgy is mondhatnánk, hogy adtak nekünk egy tortát, ami előre föl volt szeletelve, és a szeletek nagysága az nem függött attól, hogy ténylegesen melyikből szeretnénk egy kicsivel többet kapni, nem volt rá lehetőség. Ha belegondol, mindenki tud egy pár olyan programot és olyan operatív programelemet mondani, amiben úgy gondolhattuk volna, hogy felesleges pénzek vannak, a másikban pedig nagyon jó lett volna, hogyha több pénz kerül. Így mi most arra vállalkoztunk, hogy készítsünk közösen egy olyan puzzle képet, amiben mindenkinek a kicsi kép darabkája ott lehet, és ezzel egy egységes tervet szerettünk volna kialakítani. Tavaly indultunk egy olyan 70 oldalas kis szösszenettel, amivel fölmértük és irányt próbáltunk mutatni arra, hogy Pest megyének a következő 7 éves uniós ciklusban mik a fejlesztési irányai. Ehhez a települések, vállalkozások, civil szervezetek adtak nagyon sok segítséget, és most már ott tartunk, hogy ez a kis szösszenet, Miklós már el se hozta, 400 oldalnál több tartalmas és tartalmi elemekkel bőven rendelkező írományjá vált. Miklós az elmúlt 5 alkalmon jó néhányszor megkapta tőlem azt, hogy mindig kicsit száraz, mindig kicsit túlságosan részletesen mondja el azokat az információkat, amiket ebben az anyagban mi szeretnénk megjeleníteni. Én azt gondolom, hogy ez nem öncélú és hiába való, mert valóban az a folyamat, amit most mi teszünk, határozza meg majd, hogy mit tehetünk a következő 7 éves költségvetési ciklusban. Fontos kérdés volt az, hogy mit tudunk kezdeni a főváros és Pest megye viszonyával. Fontos kérdés volt, hogy mikor lehet különválasztani regionális szempontból Budapestet és a fővárost. Sajnos rossz híreink vannak ezzel kapcsolatban, mert nem lehetséges a következő uniós költségvetési ciklusban. Két oka van. Az egyrészt 2010-es kormányváltás idején az előző szocialista döntéshozók elfelejtették benyújtani az erre vonatkozó igényt, utána pedig már nem lehetett volna csak a 20-21-től induló új költségvetési ciklusra megtenni. A másik oka pedig az, hogy ha ki is alakult volna a Pest megye és Budapest
külön régióként, akkor van egy uniós szabály, hogy egy újonnan alakuló területi egység nem kaphat több forrás, mint az előző költségvetési ciklusban kapott. Ezt ugye az unió azért vezette be, nehogy ilyen osztódással szaporodó régiók alakuljanak ki. Bármikor kimutatható lett volna, hogy egy régió része fejletlenebb, mint a régió egésze, és éppen ezért a forrásoknak a felhasználása az kárt szenvedett volna. Ezt tudva, és erre már a figyelmet felhívták a számunkra, találkozott a miniszterelnökkel a 19 megyei önkormányzat vezetője valamikor január közepén, ahol én felvetettem a miniszterelnök úrnak ezt a problémát. Utána született is egy kormány határozat, amelyik arról rendelkezik, hogy a kormány gondolja meg, hogy mikor lehet ténylegesen külön választani Budapestet és Pest megyét, mert ők is érzik ennek a szükségességét és a probléma súlyát. Ezzel párhuzamosan pedig arra is kötelezettséget vállalt a kormány, hogy megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy hogyan lehet ebben a következő költségvetés ciklusban megtalálni azt a lehetőséget, hogy Pest megye és Budapest forrásainak elosztásában valamilyen normális arány alakuljon ki. Két fajta megoldási lehetőséget is fölvázoltak, ezek most már utolérhetők a kormány honlapján. Az egyik egy saját forrásból a gazdaságfejlesztési lehetőségként megemelni a támogatási intenzitást a gazdaságfejlesztési programok vonatkozásában. Ennek a területi lehatárolása az még most is műsoron van, éppen a tegnapi napon hozott a Miklós két olyan javaslatot, amelyik erre vonatkozó megoldásokat tesz. Ezt még nem tudjuk prezentálni, nem tudjuk bemutatni, mert még ezek csak munkaanyagok. Minden esetre megye határokat érintő kapcsolódásokkal szeretnénk olyan területrészeket bevonni a magasabb intenzitású támogatásba, amelyiknek a fejlettsége az elmarad az átlagos szintektől. Ez egy 3%-os lehetőség, és mármint hogy az összforrásoknak a 3%-os lehetőségét adja, és ez közel 650 ezer embert, majdnem Pest megye lakosságának a felét érintő területet tud majd magában foglalni. A másik ilyen pedig, hogy az operatív programok által lefedett területekből egy 15%-os átcsoportosítással emeljük meg a Pest megyei forrásokat. Ez is elindult, ennek a lehetősége benne van, és a miniszterelnök úr azt kérdezte, hogy ki tudunk-e olyan gondolkodást alakítani, amelyik arról szól, hogy a ténylegesen gazdaságilag fejletlenebb területek kapjanak pozitív támogatást, egy kicsit diszkriminatív, de pozitív diszkriminatív módon. Mi azt mondtuk, hogy természetesen a kistérségekkel és a településekkel közösen azzal foglalkozunk, hogy ezt a megoldást meg lehessen tenni. A másik fontos része ennek a problémának az, hogy eddig az elmúlt 23 évben nem igazán volt felhőtlen a viszonyunk a fővárosi önkormányzattal. Ennek a fagyos viszonynak a tavalyi év végén egy kicsit olvadásos jelei mutatkoztak, mert a főváros kezdeményezte azt, hogy kössünk egy olyan megállapodást, amelyik arról szól, hogy a uniós ciklusban együtt szeretnénk működni. Mi ennek nagyon örültünk, és természetesen elkészítettük azt a javaslatot, amivel ezt meg lehet tenni. A lényege az, hogy innentől kezdve kikerülnek a kezek az asztal alól, nem tudnak az asztal alatt cinkelt kártyákkal játszani, nem tudnak, bár azért még úgy látjuk most is, hogy van rá igény, hogy külön lobby tevékenységet folytassanak a kormányzattal szemben. Be is mutatták az elmúlt hónapban ezt a Budapest 21 című programot. Ez azonban a mi véleményünk, meg az uniós felkészülés jegyében mások véleménye is nem igazán az uniós költségvetési rendszerbe illeszkedő javaslatok.
Erre, ha a főváros és a kormány valami más megállapodást tud kötni, akkor bennünket nem érint hátrányosan ez a történet. A másik, ennek a megállapodásnak a nyomán, hogy azt szeretnénk, hogyha a programok összeérnének. Mondjuk egy út, vagy egy közlekedési fejlesztés úgy valósulna meg, hogy azt ne csak a főváros, hanem a főváros által érintett Budapest melletti Pest megyei település is érezze a hasznát, akár a szűkebb, akár a tágabb agglomerációs közösség szempontjából. Én azt hiszem, ez a legfontosabb dolog. Most éppen egy 45 napos ciklusnak a közepén állunk, ahol a véleményeket még lehet ütköztetni. Utána pedig elkezdődik a tervnek a tényleges programokkal való feltöltése. És a terveink szerint szeptember-október környékén véleményezése és elfogadásra ki fogjuk küldeni a magyar terveket az Unióba, és a kormánynak az elképzelése, hogy a 2014. január 1-jét már úgy kellene kezdeni, hogy kiírt és akár elbírált programok is legyenek, hogy a munkavégzés akár január 1-jén el tudjon kezdődni. Aki végigélte 2006-7 fordulóját, az pontosan tudja, hogy mekkora fejetlenség és káosz uralkodott, mikor lesznek-e kiírva, mikor lesznek források legközben, mikor lehet szerződéseket kötni, és utána pedig annak az elköltésével hogyan lehet megbirkózni. Ez a rövid terv. A mai nap és még a következő két alkalmon is megpróbálunk valami kis különlegeséget is hozni, hiszen 5.-6. alkalommal elmondani ugyanazokat a történeteket már lehet, hogy kicsit unalmas, ezért néha a Miklós meg is szoktam próbálni, hogy nem kell olyan hosszan, nem kell olyan szárazan elmondani, ő ezt mindig meg is fogadja, és néha meg is emeli azt az időt, amit ezzel kapcsolatban fordít. Hogyha majd így lesz a mai napon is, akkor nyugodtan a közönség soraiból azt lehet mondani, hogy most akkor álljunk meg egy kicsit, és kicsit térjünk vissza a programokat. Most a bennünket itt a Dél-Pest megyei térségben érintő V0-as vasútvonallal kapcsolatban kértünk egy előadót, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök, és remélem, hogy egy olyan plusz információt is tudunk adni a mai alkalommal, amivel segíthetjük a települések és a vállalkozók munkáját. Úgyhogy én röviden ennyit szerettem volna mondani.